A szíriai háború miatt a lakosság felének el kellett hagyni otthonát. Milliók keltek át a határon, hogy menedéket találjanak az öldöklés és a nyomor elől. 10 év alatt 1,4 millióan érkeztek Európába. Amikor megérkeztem Párizsba, 8 órán át gyalogoltam megállás nélkül. Csak mentem és mentem. Nem bírtam felfogni, tényleg Franciaországban vagyok. Hosszú volt az út, mire Dorado biztonságban érezhette magát. A 31 éves férfi röviddel a konfliktus kezdete után elhagyta szülővárosát, Damaszkuszt. A helyre, ahol felnőttem, Jarmukra egy repülőgép bombát dobott. Ahogy becsapódott a földbe, repeszek szóródtak belőle, szerte szétrobbantak. Az egyik egyenesen a hátamba fúródott, a gerincemtől jobbra, a másik pedig a lábamba. Mit tehettem volna? Vagy meghalok előbb-utóbb, vagy elmenekülök onnan. Sebesülten vágott neki az útnak, amely Libanonon, Iránon, Törökországon át vezetett. 2 hónapot töltött egy görög menekültáborban. Nem egyszer próbálták meg hazatoloncolni. Beléptem Horvátország területére, és a horvát hatóságok visszaküldtek Szerbiába. Elvesztem, nem tudtam, mihez kezdjek. Vissza akartam menni Horvátországba, így Bosznián át újra megpróbáltam. Aztán eljutottam Szlovéniába. Az ottani rendőrség megkérdezte, hogy ott akarok-e maradni menekült státuszban. Nemmel feleltem, azt mondtam, Franciaországba akarok eljutni. Így visszaküldtek Horvátországba, a horvátok pedig megint vissza Szerbiába. Mindeközben hazájában, ahonnan a háború miatt földönfutóként menekülnie kellett, a látóhatáron sem volt a harcok vége. 10 év alatt több próbálkozás is történt a konfliktus lezárására, ám mindegyik kudarcot vallott. Az Arab Liga kezdeményezésétől az Oroszország, az ENSZ, Kazaksztán által szorgalmazott tárgyalásokig semmi nem működött. 10 év telt el az emberéletek ezreit kioltó fegyveres konfliktus kirobbanása óta. Szíria ma egy megosztott ország. Délen a rezsim ellenőrzése alatt álló terület, keleten kurdigazgatású térség, északnyugaton pedig az Ankara támogatta ellenzéki fegyveres erők területe. Eközben a férfi, akit az emberek a kezdetekkor vezetőnek választottak, legyőzhetetlennek tűnik. Bashar el-Assad külföldi szövetségesek bonyolult rendszerével betonozta be hatalmát, de ezek a szövetségesek hamarosan benyújthatják a számlát lojalitásukért cserébe. A térségben zajló felkelési hullámok rezsimek egész sorát döntötték meg, így Assad csak elméletben számíthat győzelemre. Ebben a háborúban senki sem győztes. Rengeteg mindent elvesztettünk. Rengeteg mindent. Nagyon sok barátom nem él már. Az unokatestvérem is halott. Minden szíriai családnak vannak halottai. Mouteni,